Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat ehet. Györ közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmót TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. A Mercantil Bank MB2 labdarúgó ligájának 28. fordulójában a még veretlen Gyirmót Kazinc látogatott. A szakadó esőnek köszönhetően nagyon felázott pályán várták a gyirmótiakat, de a pályát játékra alkalmasnak ítélte a játékvezető, így semmi akadálya nem volt, hogy lejátszák ezt a találkozót is. A kezdő csapatba visszakerült Kis Máté, aki rögtön a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, ugye 5 hetesre nyúlt az elmaradt mérkőzések miatt az eltiltása, illetve talán góljának is köszönhetően Szalánszki Gergő is bekerült a kezdő csapatba, illetve Achim az, aki még a védelemben kapott helyet, ezzel a 11 fővel kezdett tehát Szepesi László együttese. A Agyirmutiak tiszta fehérben, a hazaiak pedig a hazai arany-kék mezőkben léptek pályára a találkozón. A hazaiak kezdték aktívabban a találkozót a mély talajon. Lehet látni, hogy nagyon sokat kellett birkózni egy-egy labdáért. Kanalos nem birkózott, hanem nagyon messziről kilőtte a bal főső sarkot. A rusák nem érhetett oda. Ezzel a kilencedik percben már egy núra vezetett a KBSC. Nem tudnak szerelni a gyirmóti védők illetve hát csak annyira, hogy visszapöckölik a labdát, Kanálosz pedig kilövi a felső sarkot, Rusák tehetetlen volt a lövés ellen. Aztán a 12. percben jön egy középre ívelt labda, aztán Akim hozza a kipattanó, a túloldalon pedig lemarad a játékos. 14. percben járunk, amikor egy ajándék labda után egy ívelés, így lett veszélyes, nem tudni, hogy fejesnek ment, vagy kapura, de majdnem gól lett belőle. Aztán Présinger, Szalánszki csúsztatja meg, és ott az egyenlítés. A 17. percben a hatodik gólját is megszerzi Szalánszki Gergő, szerdán is, és a hétvégén is így betalál, ugye a csákvár ellen. Volt eredményes, itt lehet látni, hogy nagyon jól jön a beadás, Szalánszki pedig kibújik a védője mellett, megcsúsztatja a labdát, és a hosszúba továbbítja azt. Ezzel tehát egy-egy a 17. percben. a félidő felénél. Kanálosz szabad rúgása hosszan előre. A bal csúsztatják ki a labdát. Innen várható a beadás. Érkezik is, sikerül felszabadítani, de kis szerencsével visszapattan a hazaiakhoz a labda. Aztán nagy birkózás és kis Máté szabadít fel. Végleg onnan a kaputorkából. Ebből a szögletből azonban jön az újabb hazai gól. Egy megcsúsztatott labda. Helyről csorog a Vendége kapujába, ezzel a 24. percben 2 1 vezet. Ismét a KBSC. Helynek is ez volt a második gólya idén. 32. percben majdnem jön az egyenlítés. Horvát fejese a felső lécet súrolva hagyta el a játékteret. Aztán jön a 36. perc, itt is lehet látni, hogy mennyire mély a talaj. A labda megáll, egy-egy passz sokkal rövidebb annál, mint ahogy számítanak rá. Kanálosz szelidítgeti a labdát, aztán próbálkozik még egy lövéssel, hát ez kevésbé volt jó, mint az első lövés, amiből ugye gól lett. Aztán 39. perc Somodi öklözi ki a labdát, Aki emeli vissza, és majdnem megtréfálja a pocsolja a kapust, de sikerül leérnie. A második félidő első percében járunk, amikor próbálkozik a hazai csapat egy támadással, végül kanálosz lő, de ez a lövése is elkerüli a kaput. Aztán az 51. percben jön egy gyirmóti támadás. A jobb oldalról jön be egy labda, amit Szalánszki továbbít itt, még nagyot véde a kapus, a lecsorgót viszont Paku vágja be a léc alá. Paku Roland sokszor érkezik lecsorgó labdákra, most jó járt, hogy ő ért oda először. Az idei második góljával, a tavaszi szezonban ez volt az első gólja, de ezzel kettő-kettőre módosítja az eredményt. 5 perccel később egy szép gyirmóti összjáték, Horvát, Paku, Aztán Présinger. Présinger adja be. És éppen, hogy elcsúszik Horvát feje fölött a labda. 75. percben egy nagy szabadrúgás kismáté volt az, aki megtornáztatta a hazai hálóört. A szögletből azonban nem sokára egy támadás bontakozik ki, és a hosszú oldalon Lázár az, aki érkezik a lecsorgó labdára, és emeli át a kimozduló kapus feje fölött azt, ezzel 3-2, megfordítja tehát a mérkőzést a gyirmót. Lázár Patrik szintén a második gólját szerezte ebben a szezonban. Pont 20 fordulóval ezelőtt a 8. fordulóban volt utoljára eredményes. Most három pontot érhet ez a gólja. A 83. percben aztán támadnak a hazaiak. A beadást sikerül kifejelni, aztán nagy birkózás ott a labdáért végül. A jobb oldalra teszik ki a labdát, jön is a beívelés, sikerül kifejelni onnan középről, de csak belényesíg, aki belerúg a labdába, de a kaput nem találja el. A nagyon aktív és egy gólt szerző Kanálosz próbálja megszerezni a második gólját. Nincs második gól, nincs egyenlítés, és ebben a pillanatban pedig vége is a játéknak. 3-2-re tehát, kétszer hátrányból felállva és egyenlítve, majd a mérkőzést megfordítva ismét három pontot szerez a gyirmót. Most Barcikán egy vízilabda mérkőzésem. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.